két éve lettél a labdarúgó szakosztály vezetője. Mennyire sikerült megvalósítani az akkor megfogalmazott célokat, elképzeléseket? Alapvetően azt gondolom, hogy az elsődleges cél az az volt, hogy minél hamarabb visszakerüljünk az NB3-ba. Ezt a második év végére sikerült elérni a csapatnak. Erre azt gondolom, mindenképpen büszkék lehetünk, és hát arra a két éves teljesítményre is, amit itt a olasz első osztályában nyújtottunk. Nagyon sok emlékezetes meccsünk van, nagyon sok szép góllal, szinte számolatlanul lőttük a gólokat, élvezhető, élvezetes játékot láthattak a nézők. Fölépült és összeállt a csapatunk, jó kis közösség jött össze, úgyhogy én értelemben azt gondolom, hogy azok a célok, amiket fő célként, vagy ilyen kisebb célokként is megfogalmaztunk, igazából azt mondhatom, hogy a csapat kapcsán minden teljesült. Utánpótlás területén is nagyon sokat léptünk előre, hiszen gyakorlatilag nem is volt utánpótlásunk. Itt azért most az NB3-ra minden kötelező csapatot, illetve korosztályt azt a pénzütőt a saját erejéből tudja indítani. Nem kell senkivel megállapodni, nem kell bérelni csapatot, hanem a saját utánpótlásunk fog játszani. Ugye négy csapatot fogunk a országos bajnokságba játszatni, illetve ugye a bozsik korosztályok fogják játszani továbbra is a tornákat, ahogy eddig is. És hát mindenképpen meg kell említeni az infrastruktúrális fejlesztéseket, elkészült a pálya, ami azért nagyon jó szolgálatot tesz, hiszen élmény rajta játszani, ezt általában azért a nézők is láthatják a mi hazai meccseinken, és hát elkészült most már az öltöző komplexum is, sőt most már elkezdtük ugye a berendezéseket is helyre rakni, illetve cserélni, úgyhogy azt gondolom, hogy amit kitűztünk, az helyek közzel teljesült, majdhogy nem azt mondhatom, hogy 100%-ban. Rendkívül eredményes évet zárt a labdarúgó szakosztály, 5 bajnoki címet sikerült szerezni, ami azt hiszem, hogy nem csak az egyesületünk életében példanélküli. Hogyan értékelnéd az elmúlt évet? Ugye a felnőtt csapat a bajnoki címet szerzett, mellett a Budapest kupát is, akkor kétszer is történelmi gólrekordot sikerült elérni. Hát azt gondolom, ez tényleg egy szinte megismételhetetlen teljesítmény. Itt a felnőtt csapat, második csapat, az öreg fiúk, az Old Boys és a női csapat egyszerre tudott bajnokságot nyerni. Nyilván, ha hozzáveszünk még a felnőtt csapat esetében a Budapest kupát, akkor azt gondolom, hogy ott tényleg mindent megnyertünk, amit lehetett. Hát valójában azt mondhatjuk, hogy ez egy szinte megismételhetetlen teljesítmény volt ez az év. Egyetlen kis árnyoldala van ennek, hogy az utánpótlás csapatok közül egynek sem sikerült a saját maga bajnokságában mondjuk a dobogóra érnie, pedig viszonylag hosszú ideig ott állt több csapatunk is. Ez egy kicsi árnyoldal talán a teljesítményünkben, de azt gondolom, hogy az utánpótlás csapatokból nagyon sokan már azért a második csapatban a felnőtt futballba is belekóstolhattak, és hát nyilván ez alapvetően gyengíthette ezeket a csapatokat, úgyhogy esetleg ez is közrejátszhatott. Bár utánpótlás fronton nem feltétlenül az a cél, hogy mi bajnokságokat és érmeket nyerjünk, hanem a cél a sokkal inkább az, hogy felnőtt játékosokká váljanak ezek a futballisták, amire végigjárják ott a szamárlécát, ha lehet ezt így mondani. A felnőtt csapatnál talán ennyit érdemes még megjegyezni, hogy én akár arra is képesnek tartottam volna a csapatot, hogy minden mérkőzését megnyerje. Tulajdonképpen két vereség és egy döntetlen csúszott be ebbe a bajnokságba. Azt gondolom, ebből látszik az, hogy emberek vagyunk, mi is egy emberekből áll ez a csapat is, és ez így benne volt. Azok a mérkőzések, amelyeken pontokat vesztettünk, ott is tulajdonképpen végtámadtuk a mérkőzést, és a meccshez képét tekintve azt mondhatom, hogy a mi akaratunk érvényesült, de a gól, vagy a győztes gól nem jött össze. Úgyhogy lehet mellett a teljesítmény mellett azt gondolom, hogy nem kell, hogy szomorkodjunk. A Budapest kupa az egy külön történet volt. Az az igazság, hogy
mivel nagyon sokáig szoros volt a bajnokság, sokáig úgy álltunk a Budapest kupához, hogy ne menjen a bajnoki címnek a rovására. De aztán, amikor eljutottunk már oda, hogy játszottunk a döntőbe jutásért, illetve ugye a döntőt játszottuk, akkor ezt átértékeltük, és azt mondtuk, hogy igenis fontos a kupa. Nyerjük meg a kupát is, ne elégedjünk meg azzal, hogy a döntős helyezéssel ugye a Magyar Kupa főtáblájára kerülhetünk. És azt gondolom utólag, hogy ez egy kifejezetten jó döntés volt, hogy nem pihentettük a kezdőjátékosokat a kupa döntőben, hanem megadtuk nekik azt az élményt, hogy azt a mérkőzést megnyerhetik a kupát, majd utána ugye a bajnokságot, így gyakorlatilag tényleg mind a két sorozat nagyon szép eredménye zárult számunkra. Jelenleg ugye még nem tudjuk az NB3-nak a csoportbeosztását, de mégis mi a célkitűzés, illetve a Magyar Kupában is milyen célokat tűztök ki? Az NB3-ban a célkitűzés az alapvetően azt gondolom, hogy frissen felépült csapatként nem lehet más, mint az, hogy egy nyugodt szezont játszva benn maradjunk. Nyilván ettől lehetnének merészebb álmaink vagy terveink is, de hát az majd jöjjön a mérkőzéseken. Nem nagyon ismerjük a mezőnyt, nem nagyon tudjuk felmérni, hogy hol milyen változások lesznek a játékos állományban. Nem tudjuk azt, hogy melyik csoportba fognak minket beosztani, hogy az a csoport összetételét tekintve milyen erősségű lesz. Úgyhogy tényleg ilyen minimum célt tűzünk ki, amit azt gondolom, hogy fogunk tudni teljesíteni, és hát majd menet közben remélhetőleg merészebb tervekre vagy célokra módosíthatunk. Magyar Kupa, ugye ez megint csak egy ilyen sorsolás függő. Nyilvánvalóan, ha olyan csapatokkal kerülünk össze az elején, akik számunkra verhetőek, tehát mondjuk megyei osztályúak vagy NB3-asok, akkor azért azt gondolom, hogy szeretnénk az ilyen mérkőzéseket megnyerni és minél tovább jutni. Nagyon jó lenne, ha el tudnánk oda jutni egy két-három fordulót menve, hogy az Amatőr Kupa döntőjét játszhassuk. Nem emlékszem, hogy volt egy ilyen a pénzügyőr történetében. Már csak azért is, mert ez egy tévés mérkőzés. Nagyon jó reklámja lehetne ez a pénzügyőr sportegyesületnek, és hát a labdarúgó szakosztálynak is. Ha pedig a sorsás szeszélye azt hozza, hogy egy magasan jegyzett csapat, tehát vagy egy NB1-es vagy egy NB2-es csapattal kerülnénk össze, akkor meg azt gondolom, hogy egy igazi futball ünnep lenne Pasaréten. Én azt gondolom, hogy helyt fogunk állni ezen a meccsen is, bárki is lesz az ellenfél, és a nézők nem fogják megvárni, hogyha kijönnek erre a meccsre, de hát valószínűleg a nagyobb tudás az el fogja dönteni ezt a mérkőzést. Sajnos lehet már tudni, hogy lesz néhány játékos, akikre nem számíthatunk a következő bajnokságban. Szakolcai Sándor Barázsról lehet tudni, hogy visszavonult. A Hasszánnal is mi a helyzet a Hasszánnal, illetve a többi játékossal? Hát a Szakolcai Balázs visszavonult, nagyon sajnáljuk, hiszen sok-sok gól és gólpassz távozik vele a csapatból, és hát nyilvánvalóan az ő híres küzdőszelleme meg akarata. Nagyon sokat egyeztettünk vele, úgy tűnik, hogy ezt a kérdést ő most eldöntötte. Mi meg egy dolgot tehetünk, hogy az ő döntését tiszteletben tartjuk, és megköszönjük neki azt a két évet, amit most legutóbb töltött, és jelentős szerepe volt abban, hogy mi az NB3-ban felkerülhettünk. Hasszán az egy másik kérdés, itt egyszerűen ugye a külföldi játékosoknak a szerepeltetése, az a TAO pénzek pályázása terén viszonylag nagy bevételkiesést okozna nekünk, úgyhogy tőle sajnos el kell majd, hogy köszönjünk, hiszen az egész szakosztálynak a működését sodornánk veszélybe azzal, hogyha őt, mint ugye külföldi játékost, mi foglalkoztatnánk. Sándor László, az egyik kapusunk, valószínűleg Hollandiába költözik, és remélhetőleg ott is fogja tudni folytatni a
pályafutását, mint futballista is. Úgyhogy egyelőre a nagyon biztos távozók ők. Egyelőre a Szokolovszki András az, aki még jelezte, hogy nem biztos, hogy az EB3-as csapat rendelkezésére fog tudni állni. Hát azt gondolom, hogy meg lehet próbálni pótolni ezeket a játékosokat. Nagyon sok jelentkező van, mi is keresünk játékosokat, folyamatosan egyeztetünk, illetve tárgyalunk velük. Itt, amikor megkezdődik a felkészülés, akkor jönnek is ezek a futballisták, meg fogjuk őket nézni, le fogjuk őket tesztelni, és az edzőstáb el fogja dönteni, hogy ki az, aki folytatja velünk, és ki az, akire majd mi sem tartunk igényt. Bár olyan játékosokat kerestünk, akik láthatatlanban mindenképpen erősítést fognak jelenteni, de az, hogy most aktuálisan milyen állapotban vannak, vagy lesznek, azt majd összetések eldönt. A mostani NB3 jóval erősebbnek ígérkezik, mint amilyen néhány évvel ezelőtti volt. Adottak a feltételek a tisztes helytálláshoz? Hát azt gondolom, hogy igaz, amit mondasz. Egy erősebb NB3-os bajnokságra számíthatunk, de ettől nem vagyunk nagyon megijedve, mert a mi keretünk vagy a mi csapatunk is erős. Én azt gondolom, hogy az anyagi feltételek, illetve az infrastruktúrális feltételek mind-mind rendelkezésre állnak. Nyilván nincs nálunk kolbászban a kerítés, tehát mi nem fogunk versenyezni azokkal a csapatokkal, akik nagyon magas, illetve kiemelt fizetéseket adnak, vagy juttatásokat a játékosoknak. Ebben a sorban nem tudunk beállni, és nem is akarunk beállni egyébként, mert nincs meg erre a mi lehetőségünk. Valószínűleg ezek a csapatok, akik ilyen nagy anyagi áldozatot hoznak, ők a feljutásra szeretnének harcolni. Nekünk a célkitűzésünk is az, hogy stabilan bennmaradjunk, és ha ez megy és többre is képesek vagyunk, akkor már ugye többet is fogunk ezért tenni. Úgyhogy mindenképpen biztosítottam a szereplésünk az NB3-ba, nem csak erre az évre, hanem azt gondolom, hogy hosszú távon is. Hát vegyük sorba a szakosztály többi csapatát, kezdhetjük a lányokkal. Ők a Dabas John FC csapatával álltak nagy harcban a bajnoki címért, és végül úgy érzem, hogy megérdemelten lettek bajnokok. A női csapatunk az egy elég jó kerettel dolgozik. Ugye a 3-4 pályás bajnokság az a mindenki való per pillanat, hiszen valamennyien dolgoznak, és a munkájuk vagy a munkabeosztásuk az nem teszik lehetővé, sokkal többet tudjanak edzeni. Én nagyon szeretném már viszonylag régebb óta, hogy nagypályás bajnokságban induljanak, majd remélhetőleg egyszer ennek is megteremtődnek a feltételei. Én azt gondolom, hogy a lányok is, meg az edzőjük is, a Robi bácsi, ahogy a lányok hívják, mindent megtesz azért, hogy a pénzügyőhöz, a hagyományaikhoz méltó szerepeljen. Szinte folyamatosan ott vannak a bajnokságok élmezőnyében. Ugye ők voltak már bajnokok az elmúlt éven harmadikok, úgyhogy remélhetőleg ez a széria folytatódik az ő esetükben is. Folytathatnánk akkor az Old Boys csapattal, akik frissen alakult együttes, és egyből bajnoki címet is nyertek, és te is részese voltál ennek a bajnoki címnek. Így egy belsőleg is elmondhatod a véleményed, tehát abszolút belülről nézve is. Az Old Boys nyilvánvalóan egy új csapat, de mégsem új, hiszen a csapatnak a magja az ugye már az öreg fiúk bajnokságban is együtt futballozott, és hát eljutott oda, vagy abban a korosztályban, amikor ugye az Old Boys bajnokság feltételeinek is most már megfelelünk, hiszen ugye betöltöttük a 44. életévünket. Mi az Old Boys bajnokságban viszonylag fiatal csapatnak számítunk, pont azért, mert most öregettünk be a legtöbben, illetve van egy-két ember, aki egy-két éve idősebb, de még összességében mindig már az egyik legfiatalabb csapata voltunk ennek a bajnokságnak. Ez nyilván a futás mennyiségben, illetve a játékban is megmutatkozott. Sokáig ez a bajnokság is nagyon szoros volt, de aztán a végére viszonylag nagy fölénnyel sikerült megnyerni a bajnokságot.
a rúgott gólok és a kapott góloknak a száma is mind azt mutatja, hogy azért ez a csapat kiemelkedett ebből a mezőnyből. És hát nem várok én sokkal másabb szereplést a egyen magasabb osztályban sem, pont azért, mert még mindig fiatal a csapat. Ugye már megvannak, hogy kik érkeznek még ebbe a csapatba, akik ugye beöregszenek az öreg fiúkba. És hát én azért azt várom, hogy ilyen dobogó környékén ott legyen ez a csapat majd a elkövetkezendő bajnokságban is. Akkor térjünk rá az öreg fiúk csapatra, akik feljutottak az első osztályba. Egy-két éve már célküzdés volt, de úgy érzem, hogy ez egyik legnagyobb diadalmost a szakosztálynak a összes csapatát beleértve, mert a legmagasabb ligába kerülni azért az mindig egy különleges érdem, és olyan együttesekkel fogtok megmérkőzni, ugye, mint a Újpest, Ferencváros, NTK, Kispest, tehát lesznek igazán nagy nevek is ezeken a összecsapásokon. Hát régóta vártuk már ezt, hogy sikerüljön megnyerni a bajnokságot, és fölkerüljünk ebbe a kiemelt csoportba. Ugye edzőmeccseken már játszottunk ezek ellen a csapatok ellen, amiket említettél, főleg az Újpest, NTK, de ugye korábban a Ferencváros ellen is. Még egyelőre nem tudtuk őket legyőzni, de már biztató eredményeket elértünk. Tehát ugye a bajnokságra, ha visszakanyarodunk, azért azt mindenképpen meg kell említeni, hogy a csapat ugye jelentősen megfiatalodott azzal, hogy a Old Boys csapat életemben ketté vált, és hát inkább már ugye a 40 alatti korosztály képviselteti magát ebben a csapatban. Szerencsére nagyon jól össze tudtuk szedni azokat az embereket, akik azért ebben a bajnokságban még kiemelkedő futást teljesítményre vagy gyorsaságra képesek. Viszonylag jó a támadó hatékonyságunk, de most ugye a védekezésről is összeállt, hiszen itt is óriási különbség volt a lőtt és a kapott gólok számát tekintve. És hát viszonylag magabiztosan hoztuk a meccseinket. Igazából azt gondolom, hogy toronymagas esélyesége voltunk a bajnokságnak, és ez a végére ki is jött, és viszonylag nagy fölényed, itt is sikerült megnyerni a bajnokságot. Hát itt a jövőre nézve nyilván nem lehet más cél, mint hogy hosszabb távra itt a kiemelt csoportba, hogy az első osztályban megragadjunk. Ismerünk azért csapatokat, hiszen korábban ugye riválisunk volt az RTK, aki simán bent tudott maradni. Edzőmeccseket szoktunk játszani a Kelennel, aki szintén simán ott maradt, és szinte meghatározó csapatai ők ennek a bajnokságnak. Az Újpestet ismerjük, az NTK-t ismerjük. Én azt gondolom, hogy nem lesz ott gond. Egy biztos, hogy valamennyi edzésre szükségünk lesz, hogy abban az osztályban is, akik verhetőek számunkra, azokat mindig meg tudjuk megállni. 17 gólt szereztél az öreg fiú csapatban, és 12-t az Old Boys-ban. Hogy érzed, hogy a következő bajnoki szezontól melyik csapatban fogsz inkább játszani? Vagy továbbra is, itt is, ott is? Hát erre mondhatnám, hogy nem rossz teljesítmény ez egy védőtől, hiszen én fiatal koromban mindig inkább védekező játékos voltam, itt az öreg csapatban kerültem egészen előre. Szerencsére könnyű dolgom van, mert a csapattársak jól kiszolgálnak, így nekem szinte csak az íre kell föltenni a pontot. Hát én még nagyon szeretnék aktívan legalább egy szezont az öreg csapatban játszani, hiszen most már ugye 45 éves vagyok, úgyhogy szépen lassan én ebből a korosztályból már azért inkább azért hogy kifelé megyek. Nyilván az Old Boys-ban meg kifejezetten fiatalnak számítok, úgyhogy még azért ezt a következő szezont az öreg fiúkban tervezem alapvetően, és az Old Boys-ot még ha néha kisegíteni. Hát aztán utána meg már inkább majd fordítva, átadva a helyemet az öreg fiú csapatban azoknak, akik ugye itt a 34 éves kort elérik, és oda bele tudnak öregedni, és hát ugye megjelennek. Hát mi nagyon várjuk már ugye Kozarek Andrist, aki azért oda be fog öregedni, és hát aztán majd szépen még egy-két felnőtt játékosunk pár éven belül el fogja érni ezt a korosztályt, és akkor majd igazából lehet hosszú távra
azt tervezni az öreg fiúknál is a folyamatos fiatalitással, hogy megálljon itt a kiemelt bajnokságot. Két év alakult meg a pénzügyőrnek a második csapata. Azt gondolom, hogy ez egy igazi sikertörténet, mert sikerült a BLASZ másodosztályba feljutni, a BLASZ 4-ből. Két év alatt gyakorlatilag ez egy nagyon szép teljesítmény. Azt hiszem, hogy egy jó döntés volt. Azt gondolom én is, hogy jó döntés is volt, meg szükség is volt erre a csapatra. De az, hogy két év alatt két bajnokságot nyert ez a csapat, tulajdonképpen azt gondolom, hogy ezt az eredményt nem kell megmagyarázni. Külön öröm, hogy ebben a csapatban azért a napdolgozók is szép számmal megjelennek, bár a felnőtt csapatban is szép számmal vannak napdolgozók. Úgyhogy, és hát a BLASZ 2 az már végre egy olyan bajnokság lesz, azt gondolom, ami egy nagyon jó kiegészítése, vagy előszobája lehet az NB3-as felnőtt csapatnak a fiatalok számára, és egy nagyon jó teret lehet arra a felnőtt csapatból esetleg belenférő játékosoknak, hogy játékban legyenek, aki megsérül, hogy ugye sérülés után minél hamarabb ugye vissza tudjon térni, de adott esetben még mondjuk a fiatalabb öreg fiúk játékosoknak is, hogy ebben a csapatban szerepeljenek. Úgyhogy, és hát ugye továbbra sem teszünk le arról, hogy a legtehetségesebb utánpótlás játékosaink, akik már felnőtt csapatban is játszhatnak, ők is olykor-olykor szerepet kapjanak, és hát szokják a felnőtt futballt, hogy felnőtt futballistának tudjanak válni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szükség van a pénzügyönnek erre a második csapatra, a BLASZ másodosztályra. Ugye érdekesség, hogy például most az RTK Vasló, akkor a Keren, akkor a Nagy Tétény, akikkel két éve játszottunk még, de a Pacitán és BVSC is ellenfelek között lesz. Tehát tényleg lesznek ott jó kis mérkőzések. Nyilvánvalóan ez egy erősebb bajnokság lesz, mint ami eddig volt. Itt sem nagyon tudjuk felmérni, hogy ez a csapat mire lesz képes. Nyilván az látszik, hogy szükség van az U21-es csapatból és ugye az utánpótlásból kiöregedő 7-8 játékosra, akik azért ugye az MLS bajnoki meccsein palérozottak. Én azt gondolom, hogy az ő fiatalságuk, vagy az ő fizikai állapotuk azért alkalmas sem teszi majd ezt a csapatot, hogy megállja a helyét ebbe a bajnokságba. Nyilván nem szeretnénk itt bajnokságot nyerni, mert... Ezt szerettem volna kérdezni egyébként pont, mert, hogy... Mert valószínűleg arra ez a csapat nem lesz még felkészülve. Egyrészt fel kell venni ennek a bajnokságnak majd a ritmusát, meg kell ismerni itt is a csapatokat, és akkor majd lehet meg a távolabbi jövőben merészebb céljaink itt is. Ugye az a baj, hogy amíg a felnőtt csapat NB3-as ugye itt följebb kerülni nem lehet, úgyhogy ha bajnokságot is nyernénk, akkor sem lehetne följebb kerülni. De nekünk amilyen célra ez a csapat kell, azt a célt egyébként azt gondolom, hogy ebben az osztályban már, ahogy az előbb is elmondtam, be fogja tudni tartani. Egy kis visszaugrással el tudnád képzelni, mondjuk úgy, rövid középtávon a felnőtt csapat akár a másodosztály vagy feljusson? Hát megadom összetén szoktunk játszani ezzel a gondolattal. A csapattal kevésbé itt inkább a vezetőkkel, hiszen azért a pénzügyőrnek nagyon komoly MB2-es múltja van. De hát áttanulmányozva itt az előírásokat, ami alapvetően ugye az infrastruktúrára, tehát a pályára vonatkozik, hát nem tudom, hogy hol lehetne létrehozni azt a stadiont, ami a B2-es mérkőzések játszására alkalmas, mert a jelenlegi kosarlabda sportág az biztos, hogy nem alkalmas, sőt, nem is tudom elképzelni, hogy úgy át lehetne alakítani vagy építeni, hogy alkalmassá tehető legyen. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy gátja lehet a még magasabb osztálynak, hiszen ott ugye már nincs hová építkezni, úgyhogy hát egyelőre kicsit azt kell, hogy mondjam, meg kell, hogy itt álljunk. Aztán, ha majd mégis úgy adódik, akkor az első kérdés az lesz, hogy ha MB2-t szeretnénk mégiscsak, hogy hol lesz az a pálya, vagy hol lesz az a stadion, ahol ezeket a mérkőzéseket le fogjuk tudni játszani. Mert most az MB3-hoz is egyébként jelentős pénzeszközöket kell majd arra fordítani, hogy legalább az MB3-as követelményeknek meg tudjuk feleltetni a vasalépi pályát.
folytassuk akkor az utánpótlással, akkor a U21-es csapattal, akik az MLS U21-es bajnokságban vettek részt, 8. helyen zárta Sasi Zoltán vezette társág. Hogy értékeled az ő szereplésüket? Ugye ez egy viszonylag régi csapata volt a pénzügyőrnek, tehát az egyetlen utánpótlás csapat, ami megmaradt, amióta egy szakosztályvezető vagyok, illetve annak egy magja. Korábban sem volt ez a csapat túlságosan sikeres, és hát ennek a keretnek a feltöltése ugye azért alapvetően fiatalokkal történt, hiszen 98-as születésű futballistákkal töltöttük föl, hogy az előző évi U17-es játékosokkal. És hát azt kell mondjam, hogy sokkal fiatalabbak voltak, mint a rivális csapatok, már átlag életkor tekintve, azt gondolom, hogy egyáltalán nem csalódás ez a 8. hely. Jó csapatok voltak, erős csapatok voltak, akik régóta együtt vannak, úgyhogy én azt mondom, elégedettek lehetünk. Néhány kifejezetten figyelemre méltó eredményt is elért ez a csapat. Nagyon szép győzelmeik voltak. Hát itt azt kell látni, hogy a fiatalságukkal, illetve a maikor gyermekeit, ha nézzük, vagy fiataljait, ha nézzük, nem biztos, hogy a futball az, ami az első helyen áll. Hát ezzel nekünk meg kell küzdeni, és úgy beállítani ezeket a fiatalokat a csapatban, hogy igenis az legyen a legfontosabb, hogy ő futballozik, legalább akkor, amikor eljön edzésre, vagy eljön a mérkőzésre. Van közöttük olyan srác, akiről el tudod képzelni, hogy hamarosan akár a segítségünkre lehet az első csapatnál? Hát azért az első csapatba bekerülni, utánpótlás csapatból az nem egy egyszerű dolog. A mai felnőtt csapatunknak a kereténél azt gondolom, de fogunk lehetőséget adni az utánpótlásból játékosoknak, akik a felnőtt csapattal készülhetnek, aztán majd bebizonyíthatják egyébként, hogy ott a helyük. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez az első időszak az egyáltalán az erőgyűjtés, hogy megszokják azt a gyorsaságot, megszokják azt, hogy az ütközések sokkal keményebbek, de nincs kizárva az, hogy helyet tudnak maguknak a felnőtt csapatban is követelni. Belegendő, ha visszagondolunk a Karvalis Bencére, például a Tócsomborra, akik azért ott vannak a felnőtt csapatnál, ugyanígy U19-es játékosként 2 éve került oda, és hát ugye tovább is kellett tagjai. Lehet tudni, hogy az MLS 21-es bajnokság megszűnik. Mi lesz ezzel a csapattal? Hát az 21-es csapatból, aki már nem fog beférni az új korosztályba, az U19-be, ők mennek a PSE2-be, tehát a Blasz 2-es csapatba. Ez lesz egy 7-8 játékos nagyjából, a többiek maradnak az U19-be. És hát ugye itt az U19 az U17-tel fog ugye párban mérkőzésekre járni, illetve itthon az ellenfeleket majd fogadni. Úgyhogy ők az MLS bajnokságban játszanak, de akkor már itt érdemes megemlíteni, hogy U14-U15-ös csapatunk is lesz, akik szintén párban fognak szerepelni majd az MLS bajnokságban. És hát ugye ennek megfelelően át kell alakítani itt ugye a edzők és a csapatoknak a kérdését is. Ugye az U19-es csapat edzője Domján Norbert lesz, az U15-es csapaté a Kénoszt Ferenc, U15-ös csapaté Sashegyi Zoltán, és az U14-é pedig Magyar László. Még visszatérve még a elmúlt bajnoki évre, a U19-es csapatunk a Blasz U19-es bajnokságban szerepelt, 4. helyen végzett. Mi ennek az értéke egyáltalán ezeknek a bajnokságoknak, itt a Blaszos bajnokságoknak, hogy véled? Igazából azt gondolom, hogy tulajdonképpen még itt is fejlődhetnek a gyerekek. Ugye ebből a csapatból is volt jó pár olyan játékos, akit akár az U21-es csapatnál, az MLS bajnokságban, akár a PSE2-ben, Blasz 3-ban szerepeltettünk többször is. Ott azért megmutathatták magukat az idősebbek között, felnőttek között. És hát azt gondolom, hogy éltek is ezzel a lehetőséggel, úgyhogy velük nyilván a továbbiakban is úgy számolunk, hogy akár a Blasz 2-es csapatban, illetve lesz jön neki majd a felnőtt csapattal kezdni a felkészülést. Az U17-es korosztályban ugye két csapatunk is volt, az egyik az MLS bajnokság, a másik a Budapest bajnokságban, a BLS-ben indult. Az MLS-ben szereplő csapat az
Úgy látom, nagyon jól. Sokáig a második, harmadik helyért is harcban állt, végül negyedikek lettek, de az elég jó csapatnak tűnik. Igen, és ők ugye fiatalabbak is, tehát ők még mindig a U17-es bajnokságban fognak játszani. Tehát igazából ez az év lesz nekik, amikor ők ebben a korosztályban igazán erősek lehetnek majd. Itt azért azt gondolom, hogy becsúszott néhány olyan vereség a itt ugye a tavaszi szezonban, amivel ez a dobogós hely elment, amit én nagyon sajnálok, mert összességében megérdemelték volna a srácok. És hát azt gondolom, hogy tavasszal, hogy összevontuk a két U17-es keretet, és az edzések is közösen voltak, és onnan került általában a MLS-es, illetve a BLS-es keret minden hétvégére kijelölve. Azt gondolom, hogy jótékonyan hatott erre a korosztályra. Volt egy kis versenyhelyzet, ami aztán itt a szezon végére látszott is, hogy azért kicsit úgy megerősödve zárták ezt a bajnokságot, mind a két bajnokságban lehet ezt mondani, bár azért maradt bennünk hiányérzet mind a két bajnokságot tekintve, mert itt azért nagyon számítottunk rá, hogy valamelyik bajnokságban legalább egy dobogós helyezést elcsípünk. Akkor legutolsóként a BLS U14-ben szereplő csapatról ejtetnék néhány szót. Ők a 7. helyen végeztek, Király Márton volt az edzőjük, aki azt hiszem, hogy távozni fog akkor most a nyár folyamán a csapattól. Marci távozni fog, hiszen külföldre megy és ott folytatja az életét tovább. Ugye ezért is van szükség arra, hogy ugye úgy edzőt keressünk ennek a keretnek. Hát itt még ugye 3-4 pályán ment a bajnokság, ugye ebben az évben az MLS-ben már ugye nagypályás bajnokság lesz. Én azt gondolom, hogy itt is azért fiatalabbak voltunk, egy kicsivel talán, mint a többiek. Kicsit hektikusabban jár ez a korosztály még edzésekre, illetve meccsekre, mint a nagyobbak. Volt, aki szezon közben abba hagyta a futballt, most hogy saját elhatározásból, vagy ugye a szülők nyomásában nem lehet tudni. Nyilván ezek nem segítették ugye a csapatépítést. Azt gondolom, hogy van egy jó erős mag, itt ebben a korosztályban is vannak kifejezetten tehetséges gyerekeink. Nyilván ezt a keretet ki kell egészíteni, meg kell erősíteni ahhoz, hogy az MLS bajnokságban is megállja a helyét, de hát ezen dolgozik a utánpótlás stáb, úgyhogy azt gondolom, hogy rendben leszünk ebben a korosztályban is. Mi beszélhetünk még a Bozsik programban résztvevő csapatokra, a legfiatalabbakról, egészen 6 éves kortól kezdve 13 éves korig játszanak itt gyerekek. Ugye ők ilyen nem bajnokságban, szervezett bajnokságban, hanem tornákon, Bozsik tornákon, ilyen grassroots fesztiválokon szoktak részt venni általában. Igen, hát ezek a tornák ugye alapvetően a játék szeretete, vagy a játék megszerettetése érdekében zajlanak. Mi is részt veszünk, ugye egyre több az én Bozsik korosztályos gyerekünk. A tornákon is vannak szép meg jó eredményeink, bár ezeknek a számon tartása az ugye tulajdonképpen egy ilyen tiltott dolog. Itt nem ez az elsődleges cél, az, hogy a gyerekek megtanulják a játékot, megszeressék a játékot, és később is a futballal foglalkozzanak. De azt gondolom, hogy jó irányba megy ez a része is, ami utánpótlásunknak, mert folyamatosan jönnek össze olyan csapatok, akik kifejezetten szépen és jól játszanak ezeken a Bozsik tornákon, és hát azt gondolom, hogy azért alapvetően büszkék is lehetünk rájuk, hiszen sorozatban tulajdonképpen mondhatjuk, hogy megnyerik a tornákat, még ha nincs is ilyen jellegű eredményhirdetés a tornák végén. Hányan játszanak összesen most a Pénzügyőr labdarúgói labdarúgásában? Hány játékos van? Hát jelen állás szerint 330 fő az, aki itt van, de hát most ugye az egyik szezon már véget ért, a másik meg még a felkészüléssel kezdődött el. Ilyenkor mindig van egy nagyobb mozgás, úgyhogy ezért kicsit én is ilyen bizonytalan vagyok, hogy hány ember távozik, hány érkezik. Nyilván most ugye
ami ilyenkor nekünk a fő feladat az a focitáboroknak a szervezése ugye a gyermekek számára. Itt azért 4 héten keresztül szerveztük tábort. A 4 hét alatt nagyságrendileg 200 gyermek az, aki megfordul a mi focitáboraimba. És hát nyilván igyekszünk a táborban résztvevő gyerekekből minél többet leigazolni. Nagyon számítunk ugye a napnál dolgozó kollégák, hogy a gyermekeiket elhozzák hozzánk. Ha máshol is sportolnak, akkor is a pénzügyőre folytassák a labdarúgást, hiszen itt azért mégiscsak egy nagy közös családban lehetünk, illetve dolgozhatunk velük. Úgyhogy én azért azt várom, hogy emelkedni fog ez a létszám. Hát ugye a felnőtt csapatok nem viszonylag állandó a létszám, viszont megvannak a kialakult csapatok, illetve keretek, vagy ugye a felkészülés megkezdését követően ugye a felnőtt csapatnál is azért gyorsan kialakul a létszám. Itt, ami nagy mozgást tud okozni, ez mindig ugye az utánpótlás, itt az 5 évestől a 13 évesig. És hogyan tovább az egész szakosztályt, ha nézzük, milyen elképzeléseid vannak a jövőre nézve? Hát azt szeretnénk nyilván, hogy a felnőtt csapat ugye stabil MB3-os tagsággal legyen tulajdonképpen a szakosztálynak a zászlóságolja. És hát minden csapat, aki ugye följebb került egy osztállyal, itt akár a második csapatunk, akár az öregfők, akár az Old Boys, állja meg a helyét, hogy egy osztállyal följebb is lehessünk rájuk is büszkék, még akár azon a számon is, hogy nem kell feltétlenül megjelni a bajnokságot. Az utánpótlásban szeretném, ha egy kicsit előrébb lépnénk és mutogatnánk az oroszlán körmeinket, és most ott szereznénk majd bajnoki címet, vagy rosszabb esetben valamelyik bajnokságban azért ezüstérmet, vagy mondjuk bronzérmet. Az U17-től várnám én elsősorban, hiszen ők ugye most lesznek a korosztályok utolsó évesei, úgyhogy ott bennük van, most már ugye az egyévnyi munka is bennük van. És hát ugye a Bozsi korosztályban meg hát ott mindig csak annyi lehet, hogy minél szélesebb legyen ez a bázis, és minden évben abból a bázisból kijön egy U14-es nagypályás csapat, és hát így ugye szépen elkezdjük most már felépíteni azt, hogy minden korosztályban egyszer legyen egy utánpótlás nagypályás csapatunk, mert ha meg lesz ez a rendszer, ilyen felmenő rendszerből, hogy U14-től U19-ig minden korosztályon meg lesz, akkor én azt gondolom, hogy a felnőtt csapat számára is ki fogjuk tudni termelni azokat a játékosokat, akikkel lehet a felnőtt csapatot erősíteni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az interjút!